Skylord. Sirliton. Smeg!
et pas mourir. Ez mit? Akkor egy fos az ez egész, bazd meg! Tehát ott még rengeteg van. Tehát ott még rengeteg van. Tehát nem azt mondta az emberünk, hogy... Tehát hogy oké, hogy csak itt végig kell urálni, de... Tehát akkor szerintem tényleg teljesen más definíció a könnyű a vége. A könnyű egy ilyen játékban azt jelenti, hogy tehát egyrészt könnyű megugrani, másrészt meg, tehát ha elrontod, akkor nem esel vissza 20%-ot. Hát azt mondta, hogy a vége már nem nehéz. Jaja, főleg megjavult. Rosszabb, mint volt valaha. Ez egy játszhatatlan kategória néhol. Mondjuk.
Amúgy, tehát literálisan játszhatatlan kategória. Tudom, hogy azt mondtam a srácnak annap, hogy oké, és de amúgy nyilván nem akartam, azt mondta, hogy kurva egy szar, de... Amúgy, néha nem, tehát néhol amúgy nem vészes. De néhol, tehát most például olyan kategória, hogy így... Lehet, hogy csak nekem ilyen szar, úgyhogy... Fixem. Mit jelentsünk? Hát mondtuk neki tegnap. Meg amúgy annyit meg nem ér, vagy nem tudom, tehát annyira nem érdekel. Szóval, hát ez ennyi. Hát ha végigviszem. Most... Nagyon úgy voltam amúgy, hogy így... Mondjuk most így... FPS drop elnére így most egész sokat, sokat fölmentem, aztán így... Nem volt, hogy nem, akkor most megcsinálom megint. De nagyon bennem volt, hogy igazából ez ennyit nem ér, hogy így ennyit szarakodjak vele. Főleg így emiatt a FPS drop miatt is, meg csomó minden más izé miatt, úgyhogy lehet, hogy... Ha nem lesz meg így, nem tudom... Ezt időn belül, meg úgy érzem, akkor nem fogom nyomni azt kész. Nagy mentés volt most. Azt meg, én azt meg nem tippelni, hogy akik végignyomták, az a nem tudom hány ember, 8, akik legalábbis leaderboardon voltak, kb. Azoknak nem volt FPS, ilyen FPS problémájuk. Biztos hallotta volna más srác, mert amikor itt mi mondtuk, akkor úgy tűnt, hogy ő nem is érti, hogy mi van, vagy miről beszélünk. De annyira fos amúgy, de tényleg.
az meg. Ez a rész itt, ez, én nem is értem. Ez ott játszhatatlan. Szenos. De...
Igen, nem tudok megfordulni, csak egy irányba megy, ameddig neki megy, nem megy a falnak. Tudja bárki, hogy melyik filmnek ez a zenéje? Vagy ez melyik filmnek a zenéje? Aznek Péler, honnan tudtad? Megnézted, ez Shazam volt, ez tuti Shazam volt. Nagy utolsó tryra, bezárom és újraindítom, hát ha kevesbe laggol. Amúgy tényleg annak a zenéje.
Köszi szépen, Tonyik, köszi. Köszi, köszi. Most jön a baszó rész. Már a zenébe. Figyeld, figyeld, azt hitted vége. Ami ez nekem nem tetszik ez a számú. De... Hú! Fú, ez a szar! Ú, de szar ez az egész játék! Hú, te!
Hát hogy ne lett volna jobb? Hát, összesen lehet hasonlítani, mondjuk egy teljesen más játék, de minden lett, tehát, hogy jobb, persze. Ez nem is egy platformer. Igen. Yeah. Ja, hát egyrészt nem hiszem amúgy, de a 7 percet aztán megmondtam egy ilyen egy óra után, hogy az nem valószínű. Sőt, igazából amikor megnéztük a leaderboardot már 7 percet, akkor is azt mondtam, hogy az elég illegálisnak tűnik. 7 perces idő az olyan idő, mint amit a gyerek, aki a játékot csinál. Tehát, hogy gondolj bele. Amint valószínűleg amúgy meg tudnám csinálni,
De én már most azon, tehát már tenapról már arra gondoltam, hogy inkább hagyom a játékot, mert így senki nem kérte be. Azért, tehát hogy nem jó. Ah, ez a játék zenéje. Sziasztok. Hát mondjuk úgy, hogy bár, tehát hogy mindenkitől függetlenül néha ez nálam igen. De ezt szerintem tudod már szete. De itt valószínűleg elengedés lesz így is, úgy is. Hát miért bazd meg, érted? Tehát, hogy akármennyire semmit nem jelent, akármennyire egy szar, és akármennyire semmit nem jelent, hát bazd meg, érted? Nem érted. Erről eszembe jutott, nem erről jutott eszembe, de eszembe jutott egy másik szám. És arra is, az is PRL-nek nagyon jó. Biztos, hogy mindenki ismeri, de ez a változat, ami... Hú, ez meg ez, na ez, ez. Na erre azt mondom, hogy na. Annyira szép, vagy nem tudom, hogy milyen szót lehetne mondani rá. Ez is egy filmben volt egyébként. Na, talán még PRR ezt is tudja, hogy melyik filme volt. Amint, hogy kimondottan ez a verzió. Mondjuk erre nem biztos, hogy kidobja a filmet, mert ez nem a film, mármint hogy a filmben volt, de ez nem a film zenéje, úgymond. Bár... Ott is van, hogy melyik meg volt. A Tree of Life egyébként, hogyha így meg is kell mondani. A biom zenéje volt, ha most vált, átjöttünk ide, látod.
Hát annyira nem ajánlanám a filmet azért. A filmet annyira nem ajánlanám, de a zene benne, meg az a rész, amikor ez volt így, azért így, nem tudom, elég epikus, azt mondanám. Ezen kívül nagyon más nem tudok kiemelni a filmből. Ki? Most kimondottan jó az FPS, mi? És ott még mindig volt jobbra még egy csomó. Nem érez ennyit ez a játék. És azt ugye nyilván egy tehát hogy megállás nélkül, tehát nincs benne pihenő. Legalábbis odáig nem volt pihenő. De szerintem 57 FPS alá még nem ment a játék, de szerintem még nem volt összesen annyi FPS-em sehol. Ráadásul retek messze van amúgy. Tehát...
indokatlanul messze van egyébként az a rész. Mondhatjuk azt is, hogy indokatlanul sokat büntet. Tehát, nem is értem ezt ott. Ja, mi Beko is játszott a játékkal, vágj a zenét. Na ez. Ezt ki tudja ennek, ez melyik filmnek a zenéje. Oké, lejárt az idő. Gompére elnyert, na. Na, Pierre, beírtad Ank. Az igaz, Syntox is tudta.
De Fityi volt az első. Igen, Ferenc, te is tudtad. Ilyen minden, tehát azonos bajomokból is változik a zene dank, mert ugye, hogyha leesel, akkor ugye visszajössz, és így addigra eltelt már az idő, így változik a dolog, tehát itt egy egész élet történik, tudod, érted? Így érzed azt, hogy nem csak ugrálsz így céltalanul. Közben a világ így történik. Az idő telik. Azt tudom, hogy mit kell csinálni ott már. Ami, tehát nem is értem, olyan, tehát nagyon, tehát szerintem ez difficulty-be nehézség, magyarul. A vége az így, tehát nem hogy könnyebb, tehát teljesen el van szállva, mert még akkor is, hogyha úgy gondolod, hogy nem nehezek az ugrások, mivel ha hibázol, olyan sokat esel vissza, hogy amíg visszaérsz, az sok idő, idézőjelbe, meg kell csinálni az előttelő részeket, ugye ahol nyilván szintén hibázhatsz, mistake, angolul, és... Hát jó, mondjuk tegyük, hogy nem megy el, de tehát, hogy... Tehát nem ezek az ugrások, de akkorát, tehát olyan sokat progresszt vesztesz, hogy ahhoz, hogy megpróbáld újra, az sok idő, tehát, hogy... Vagy így... Össze kell jönnie viszonylag kevésből, amihez mondjuk úgy, hogy azért szerencse is kell, vagy nagyon jó skill. De ha nem, akkor meg rengetegszer oda-vissza kell menned, mert hát hogy tudod próbálgatni? Hogy tudod gyakorolni? Hogy tudod ezt jól csinálni anélkül, hogy nem tudom, összejönne?
Ja, 20 perc, 20 perc. Szia, Krisz. Jó az FPS legalább. Amúgy, igen. Ez, erre most én is azt mondom. Azt is megértem, hogy Dávid nem tudja nézni, mert tényleg szar a szemnek. Ez kemény, Ferinc. Szóval nézzük a leaderboard, hanyadik vagy. Ja, de elvileg a tört verzió az izé, abból kivették a pálya felét elvileg. Annyira jó volt, még egyszer el. Látod ezt a zene? Hát ebből is lesz, ugyanez a zene, egy dunk, lehet, hogy már ismétlődik azért, nem tudtak új zenét berakni a Babylonba. Fal. Ember! Tehát...
Ne is mondod FPS-t. 58 van elvileg. 59. 60. Aha. Na, ja, neked jól ment Ferinc, gondolom. De mi a tökömet scriptelek akkor? Azt mondnál meg. Csak mondjuk, hogy benyomom tényleg. Igen, tört verzióval játszok, úgyhogy ingyen kaptam kulcsot. Ezért letöltöttem a tört verziót. És azzal nyomom inkább. Na jó, ezt mondjuk, hogy nálam valami van, de most már mindegy. Ki van itt? Draki, yeah. The true face of the Deoxys. Kontépő. Köszi szépen. Fuck you, the Deoxys.
Köszi szépen. Jó pihenést. Nincs. Na jó, gyorsan, most be kell zárni, most gyorsan. Jó, sikerült, jó van. Zárni. Jó, gyors, sikerült, jó.